A Tiszamente Óbecse vállalat idén áprilisban kezdte el a közterületek konténereinek és a kommunális hulladékszállító teherautónak a rendszeres fertőtlenítését. Minden szerdán több mint 100 konténert fertőtlenítenek az iskolák, az óvodák és a lakóépületek környékén. Ezt egyelőre csak Óbecsén végzik, de a környező településeken is elkezdik hamarosan, legkésőbb szeptember 1-jéig, jelentette be a vállalat igazgatója Fejes Zoltán. Erről tárgyalunk, és ezt tervezzük már január-február óta. Az a célunk, hogy elérjük azt, hogy minden háztartás szemetes kukáját is fertőtleníthessük. Eleinte havonta egyszer, aztán ha sikerül felszerelést szerezni és megszervezni, akkor hetente egyszer a nyári hónapokban, és havonta egyszer a téli hónapokban. A lakosság többsége kimossa a saját szemetes kukáját, de minden esetre kémiai szerekkel is kell fertőtleníteni őket. Szeretnénk minőséges szolgáltatást nyújtani. Ez nem a mi törvényes kötelezettségünk, de mi szeretnénk a lakosságnak minél jobb szolgáltatást nyújtani. Azt tervezzük, hogy amikor a szemetes kukákat kiürítésre kihozzák az utcára, akkor csak egy oldalon legyenek felsorakoztatva, hogy ürítés után rögtön lehessen vegyszerrel fertőtleníteni őket. A tervek szerint a Tiszamente egy év múlva ezt a tevékenységet már önállóan végzi, mert jelen pillanatban ezzel a feladattal egy felhatalmazott vállalatot bíztak meg, mondta Fejes. Az év végéig azt tervezik, hogy a háztartási szemetes kukák fertőtlenítését is bevezetik, melyekből mintegy 12 000 van. A Tiszamente dolgozói megfelelő tanfolyamok után láthatják majd el ezt a feladatot. Úgy gondolom, hogy Szerbiában az elsők között leszünk, akik ezt csinálják. Talán csak még 2-3 községben fertőtlenítik a konténereket és a kukákat. Szeretnénk ebből is jó eredményeket kihozni, hogy mi legyünk a legjobbak, akik a legjobb szolgáltatást nyújtják a polgároknak. A konténerek fertőtlenítése éves szinten 2%-kal növeli a Tiszamente vállalat üzleti költségeit, de sokkal nagyobb biztonságot és védelmet nyújt a polgárok számára, mondta Fejes. Hozzátéve, hogy a vállalat fokozatosan és lelkiismeretesen tervezi tevékenységeit, költségeit és bevételeit, amint azt a Tiszamente közelmúltban elfogadott negyedévi üzleti jelentése is igazolja. Elmondhatom, hogy a Tiszamente Óbecse vállalat az első negyedévben pozitívan teljesített, és 3.854.000 dinár bevételt valósított meg. Jelenleg a féléves jelentésen dolgozunk, ahol szintén pozitív teljesítmény lesz. Az a célunk, hogy mivel meghatározott beruházásokat tervezünk, ezért szeretnénk módosítani az üzleti tervünket a 2019-es évre. Reményeim szerint ez augusztus végére el is készül, és hogy a községi képviselőtestület elfogadja majd, hogy dolgozhassunk a további beruházásokon. A vállalat a teljesített szolgáltatásainak számláit a természetes és jogi személyeknek legkésőbb a hónap 10. napjáig kézbesíti az előző hónapra. Minden számlán fel van pontosan tüntetve az egyén adóssága, amit természetesen, ha nem fizet ki, akkor rá vagyunk kényszerülve, hogy jogi úton rendezzünk, vagyis ekkor az ügyvéd küldi a felszólítást az adósság rendezésére. A megfizettetések növekedtek, több mint 90%-osak jelenleg. A polgároknak lehetőségük van arra, hogy bármilyen gondjuk van a kifizetéssel, akkor eljöhetnek és megbeszélhetjük a törlesztés módját. Ezáltal elkerülve a többletköltséget, ami az ügyvédet, a végrehajtót és a felszólítás kiküldését illeti. A Tiszamente Óbecse vállalat negyedéves jelentése a jövő héttől áll a polgárok rendelkezésére a cég honlapján.